szankciós politika az egy lépés a háború felé. Jól látszik, hogy lépésről lépésre csúszunk bele ebbe a háborúba. Még nem lőnek ránk, de már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy tényleges hadviselőféllé váljunk. Nagyon veszélyes dolog, amit művelünk. Nagyon veszélyes dolog az, amit Európa művel. Mi próbáljuk visszafogni, visszatartani őket ettől. Mi a béke nyelvén beszélünk, mi tűzszünetet akarunk, mi békét akarunk, de rajtunk kívül szinte senki sem követi ezt az irányvonalat. Azt mondom, hogy holdkórosak, mert ezek okos emberek, meg fölkészültek, meg nagy szakmai apparátus is van mögöttük, de néha az az érzés van az embernek, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak, vagy legalábbis nem tudnak a holnapnál távolabbra tekinteni, és megérteni, hogy amit most tesznek, az holnap, holnap után, azután, vagy akár középtávon milyen helyzetet idéz elő. Ebből fakad az is, hogy a szankciókkal gazdaságilag tönkretesszük magunkat. Jó ötletnek tűnik egy szankció, még igazságosnak is érezhetik sokan, de a végén elég hamar kiderül, hogy ezzel magunknak nagyobb kárt okoztunk, mint az oroszoknak, akiket megcéloztunk a szankciókkal. Most már szankciós energiafelár van, szankciós infláció van, az egész európai gazdaságnak a süllyedését a szankciók okozzák.